Néhány perccel ezelőtt ugye már itt utaltunk arra, hogy egy fotókiállítás is milyen jó lehet arra, hogy például érzékenyítse egy kicsit az embereket egy adott téma iránt az Állatbarát alapítvánnyal kapcsolatban. Most pedig ismét csak fotókiállítással folytatjuk, ezúttal a Józsa András Múzeum ad helyet egy olyan fotókiállításnak, ahol amatőr fotósok mutatkozhatnak be. Dohanis László és Horváth Tünde a vendégünk, vagy inkább fordítva, ugye, hölgyeket előnyben. Tündé, rólad ugye nagyon sokan tudják a városban, hogy jössz-mész és fotózol. Hány éve kezdődött ez nálad? Hát ezt így nem számoltam ki pontosan, de szerintem egy 20 év az úgy biztos benne van. Akkor gondolom, hogy hát van miből válogatni 20 év termékeiből. Természetesen, de most mivel ez egy páros kiállítás lesz a párommal együtt, ezért mi 10 év terméséből válogattunk. Itt a kiállítás nem tematikus, tehát vegyesen van benne természetfotó, absztrakt, portré, úgyhogy ez most 10 év termése. Na mindjárt egy kicsit azért még itt szétszincáljuk ezt a 10 évet. Laci, én mindig ámulok azon, hogy még mit tudtok kitalálni, és mindig tudtok valami újat, úgyhogy úgy tűnik, hogy most már gyakorlatilag egyre inkább nyitottá válnak a múzeum falai, miközben pedig ugye ott vannak a nagy klasszikusok, gondolok például itt a Munkácsi kiállításra, mi újság ezzel a kiállítással. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ez így van, egy pici pontosítás, mert ez nem a Józsa András Múzeumban lesz ez a fotókiállítás, hanem a Kállai gyűjteményben. De tény is való, hogy mind a Józsa András Múzeum, mind pedig a Kállai gyűjtemény próbál nyitni minden tekintetben. Egyre több programunk, egyre több kiállításunk, és egyre több érdekes kiállításunk van. Mi tavaly kezdtük, illetve az idén már elkezdtük azzal, hogy felvállaltunk olyan kiállítást, visszatérve Koszta Zoltán bőrműves kiállítására, az a múzeumok éjszakáján volt, aki tulajdonképpen díszlet és jelmeztervező szakon végzett, de 16 évvel ezelőtt autodidokta módon kezdett el a bőrrel foglalkozni, és onnan jött az ötlet, hogy teret kéne adni nem csak a megyében, hanem a városunkban élő olyan időzebetéve amatőr művészeknek is, akik egyre, mondjam azt, hogy hajaznak a profizmus felé. Ezt bátorkodom azért mondani, mert Csutkai Csabával beszélve is, és Gézát, Révész Gézát, aki Tündének a párja, aki a másik kiállító lesz, mondjam azt, hogy régóta ismerettség köt egymáshoz bennünket, és szívesen ajánlotta, és sokat is beszélgettünk erről a kiállításról, mielőtt ez most 20-án megvalósításra kerül. És akkor gyakorlatilag felhívtad Gézát, hogy mit szólna hozzá, vagy hogy volt ennek a formai része? Én tudtam azt, hogy ő fotózik, azt is tudtam, hogy a Tünde is a párja is fotózik, tudtam azt, hogy jók a fotók, nekem küldött is át fotókat, beszélgettünk róla, én vetettem fel azt, hogy ha lehetőség lenne rá, hogy egy kiállítást csináljunk, örömmel, illetve Tündék örömmel fogadták, és utána többszörös beszélgetés, képanyag átnézés után kerültünk oda, hogy igen, ezt mindenféleképpen szeretnék megvalósítani, és ez lesz november 20-án 11 órakor a megnyitója ennek a kiállításnak a Kállai gyűjteményben. Tünde, hogy fér meg két fotós egy csárdába, vagy egy pár kapcsolatban? Tökéletesen. Ezt a 10 év ugye jól bizonyítja. Tehát, hogy a kiállítás anyaga, ahogy már mondtam, többféle témát ölel fel. Gézának teljesen más a látásmódja, és ő elsősorban természetfotó, makrofotó, absztrakt fotótémákban gondolkodik. Az utazásaink során mindketten szoktunk épületeket, valamint ilyen városi interiőrt fotózni, de hozzám legközelebb a portréfotózásán, ami Gézához nem igazán, úgyhogy így ez jól megfér egymással. És ha mondjuk ugyanoda utaztok, és két géppel fotóztok ugyanolyan tájat, vagy ugyanolyan épületet, akkor azon is látszik, hogy más a szempont? Igen, mert más lát meg, és én is más látok meg benne. Tehát ő nagyon figyel az apró részletekre, és hogy kompozícióba helyezi. Én pedig van úgy, hogy tehát én kattintgatok folyamatosan, és mondjuk a számítógép monitorján látom viszont, amit szerettem volna.
És mi az, ami igazándiból örömérzetet ad egy fotósnak, amikor lát egy jól sikerült fotót? Mert azért valahol ez is nagyon szubjektív, hogy mi tetszik. Még ha mondjuk minden olyan paraméternek tökéletesen meg is felel egy fénykép, amit mondjuk tanítanak az iskolában, hogy ennek ilyen élesnek kell lenni, meg olyanoknak az arányoknak, vagy nem tudom, most csak tényleg laikusként kérdezem. Hát mondjuk, hogyha embereket fotózom, akkor elsősorban szokott találkozni az én kedvenc képem, mondjuk az adott alany kedvenc képével, és ez mindkettőnk öröme tulajdonképpen. Lacit fotóztad már? Nem, Lacit még nem. Nem, pedig ez nagyon fotogén. Jaj, köszönöm szépen. Tudod, kellene valami ilyesmit, nem? Most a mai nap ingyen osztogatom az ötleteimet. Ezt köszönöm szépen. Tehát, hogy egy-egy kiállításnak valami olyan záró képe legyen, ami egy következő kiállításon megjelenik, és akkor mint egy stafétát így tovább lehet adni akár a képeket, vagy bármit, és akkor van egy ilyen szép folyamat, csak gondolom, hogy Laci akár egy ilyen jó átvezető kapocs lehet egyikből a másik. Majd esetleg a következő kiállítás, mert már volt olyan, hogy interaktív fotókiállítás, ahol ki volt alakítva egy sarok, ahol lehetett portrét kérni, akinek kedve volt hozzá. Hát most akkor ugye a kiállítás napján gondolom, hogy mindketten ott lesztek, illetve mindhárman, hiszen ott lesz Géza is, és elképzelhető, hogy még fotók is készülnek a kiállítás megnyitóján. Igen. Biztos. Vártok ugye mindenkit akkor szeretettel. Így hány van. Órakor nyitja még egyszer ez a kapuit? 20-án 11 órakor lesz a Kállagyűjteményben, a második emeleten, a Kállagyűjtemény szintjén. Ugye a város részéről kaptunk két lakást, ami kiállítóteremként funkcionál, és ennek egyik lakása most tulajdonképpen egy kiállítóterem lesz. És meddig látható a kiállítás? Ezt január 20-áig tervezzük, tehát jövő év január 20-áig. Nos, akkor erre még van idő, viszont a Munkácsi kiállítás az ugye december közepén aztán lebontásra kerül. Szerinted még hányan mennek, regisztrálnak? Mégis mit gondoltok, az utolsó nagy roham mekkora lesz? Hát a kiállítások csúcsa most a Munkácsi kiállítás, tény és való. December 16-áig látogatható a kiállítás. 25 ezer fő fölött vagyunk már, tehát a látogatottságunk nagyon jó, de amellett rengeteg más kiállításunk is van, hisz itt van a lengyel-magyar 48-as kiállítás, vagy a bankjegyekre írt lengyel-magyar pénztörténeti kiállítás, amelynek van egy apropója, ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel 20-a környékéig, vagy még utánig a múzeumpedagógiai foglalkozást meghosszabbítottuk, ugyanis 500 ajándékcsomagot kap az a iskolai csoport, aki elsőként regisztrál, tehát az 500-ba benne lesznek, és ez egy interaktív, élőbábos társasjáték, ami tulajdonképpen nem csak egy pénzzel való gazdálkodás meg a pénztörténetét, hanem a lengyel-magyar történelmi és politikai személyiségeket is meg lehet ismerni, hisz a lengyel és a magyar papírbankokon is. A lengyeleken elsősorban csak királyok vannak, míg a magyar bankokon ugye politikusok és más személyiségek, de ez alapján egy teljesen történelmi áttekintést kaphat a gyerek a pénzvilágával. Hát köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, sok szép fotót még, és bulival folytatjuk, szerintem a Klub Hollywoodba is fotóztatok már életetekben, és gondolom, hogy még fogtok is, úgyhogy mi pedig most hamarosan megtudjuk, hogy milyen nagy koncertekre készülhetünk itt a hűvösebb őszi estéken.